Mennyire megy a korcsolyázás, az irányváltozás közbeni passzolás, támadás után pedig nem felejtenek-e el visszavédekezni a lurkok, fel tudják-e emelni már a korongot a csatárok kapuralövésnél. Ilyen és ehhez hasonlatos technikai elemeket figyeltek az edzők, na is persze a nézőként jelenlévő szülők a legkisebb korosztály regionális jégkorongtornáján Szekszárdon. A házigazda szekszárdiak mellett Pécsről és Bajáról érkezett még csapat. Köszönhetően annak, hogy a házigazda szekszárdiak két csapatot is fel tudnak vonultatni az újonc és a kezdő korosztályban, U8-tól az U10-ig bezárulag, ezen a szombaton is két szekszárdi csapat szerepelt. Így amikor egymás ellen játszottak, szükség volt még egy edzőre, nevezetesen Kakas Krisztián vezetőedzőre, beúróként. Az U10-es korosztályt és a fiatalabbakat a szekszárdi jégmadaraknál továbbra is Gergely Tibor viszi. Hál' Istennek fejlődik az egyesület, és egy picit jó irányba kezdtünk indulni, és jönnek az új gyerekek, és azt látom, hogy egyre kevesebb a lemorzsolódás. Így egyre több gyerek lép föl az U12-es korosztályba, és onnét is sokaknak jó esélye van arra, hogy abba a csapatba bekerüljenek, amely már a sebülő korosztály előiskolájaként az országos kiemelt bajnokságban szerepel.